Hetednapi adventista egyház hévízi gyülekezete és a lovasberényi gyülekezet kórusa közösen tartott örömzenélést a Schulhof sétányon. A megmozdulás apropóját az adta, hogy a lovasberényi gyülekezet egy napig hévízen vendégeskedett és adott egyházi szolgálatot a templomban. Az örömzenélés célja nem volt más, mint az Istent és Jézus dicsőítő énekekkel felkelteni a sétálók figyelmét és egyben egy plusz programot szolgáltatni a városban pihenőknek. Hévízen nagyon sokféle zene megszólal különböző formában, de az egyház zeneiben és Isten dicsőítő énekek azok elég kevésbé. És azért gondoltuk, hogy megkeressük a programvezető vagy programszervezőjét a kórháznak, és egy felkérés alapján tudunk a Jóistent dicsőíteni, és egy ilyen jellegű programmal készültünk ezen a délutánon. Mint a lovasberényi gyülekezet lelkésze elmondta, fontosnak tartják jó kapcsolatot ápolni más gyülekezetekkel, hévízen sem először fordulnak meg. A közös istentiszteletek, programok pedig remek alkalmat biztosítanak az eszmecserére és az ismerkedésre is. Kiemelte még, a zene különösen jó eszköz a másokkal való találkozásra. Én nagyon remélem, hogy örülni fognak és örömmel fogják fogadni. Én személy szerint zenei végzettségem is van. Én azt gondolom, hogy a léleknek szüksége van a zenére, és felemel, megnyugtat, gyógyulást segíthet adott esetben. Mint megtudtuk, a hévízi gyülekezet kórusa 12 fővel működik, de a gyerekekkel kiegészülve ennél jóval többen is jelen vannak egy-egy alkalommal. Csak úgy, mint nálunk, a vendéggyülekezetnél is fontos szerepet tölt be a kórus és a hangszeres zenélés az istentiszteleteken és az ünnepi alkalmakkor egyaránt.